Egyelőre rendhagyó, de a klubvezetés tervei szerint hagyományt teremtő bevonulás után köszöntöm Önöket az Elek Gyula arénából, ahol nem sokára megkezdődik a KNTH-NB1 női kézilabda bajnokság 9. fordulójának egyik mérkőzése, méghozzá az FTC Real Cargo Hungária fogadja majd a Kisvárdát. Pontos helyről kell elvégezni a szabadrovást. Mitrovic megy fel a levegőbe és megszerzi a vezetést a vendég Kisvárda. Mitrovic tehát a gólszerző. De már is ott az egyenlítés. Ki más, hogy kapitány Szucsánszki Zita egyenlít. Gyors gólváltás a harmadik perc elején 1-1-nél. Kucserova a labdával. És gól! Kucserova is bedobja. Na. Gedroic. Rosa a szélen, befelé törés egy lövés, gól! A Rossa ezeket nem szokta kihagyni, nem véletlenül ő a házi gól király. Samira Rossa tehát. Nara a Pana válaszol. A tényleg gólgazdag meccsik lesz ebből. Szucsánszki továbbra is nagy a rohanás. Satsuzitzerben gól. 7-5. Először 2 a különbség a Fradi javára. Dmitrovics viszi rá a falra, inkább passzol Gedroitnak. Kucserova is ráviszi. Ő el is lövi és be is lövi. Kucsera 7-7. Pena, nincs lövő helyzet. Hornyáknak sincs. Fenn a játékvezető keze. Aj, de szépen találta meg Szucsánszki a bemozgó Satsut. És ennek bizony gól az eredménye. Szóval ott tartottam, hogy a Mátéfi Eszterék mit várnak a mérkőzéstől. Hát azt, hogy ezt a már említett új formációt minél jobban próbálják begyakorolni, és nekik a következő soron következő bajnokjuk lesz a fontos a Debrecen ellen. Rossa közben nagyon lefutja jól van, amit csak Rossa zicserben be is dobja. A brazil világbajnok 11-9 ezzel Samira Rossa. Ha jól számolom, összesen már a 42. gólja a bajnokságban. Jovanovic. Falu végé továbbra is benne a pályán. Szarka a másik szélen, középen pedig Szucsánszki ugrik föl. Ajjaj, hát ez nagyon, nagyon bevarta oda a sarokba. A négyes figura következik, ha bárkinek mond ez valamit. Pályán Kovacsics, hoppá! Ismét egy jó hír a fradistáknak. Sérüléssel bajlódott eddig Misi, ahogy mindenki becézi Kovacsics Anikót. Jovanovics, Kovacsics és egy zicser már is, és egy gól már is. Bravo! Góllal tér vissza Kovacsics Anikó. 12-9 ezzel az állás. Ferencváros Kisvárda, tehát 30 percnyi játék után 15-11. Most is a Fradinál a labda, Monari a pályán, kicsit felforgattuk, felforgatta Elek Gábor a csapatot, Pana ment be Zitzerbe, és védett a kapus, olyannyira védett, hogy már indított is, Rosa pedig kihasználja a Zitzer, két gyors góllal indít, tehát a Kisvárda, Dmitrovics és Rosa, 15-13. 15-13 tehát, 2-0-ra vezet egyelőre a második félidőben a vendég Kisvárda, amely ember előnyben támadhat. Ennek következtében könnyen meg is találták a szélsőjüket. Smihovics második góljával 15-14-re zárkózik fel a Kisvárda. Satsző a pályán, Szikora helyett. Üres tehát a Fradi kapuja. Kovacsics, Satsző, Szucsánszki. Mészáros próbál helyet csinálni. Kovacsics a labdával. Pena vissza Kovacsicsnak. Kovacsics nagyon szépen megy be, és nagyon szépen lövi be. Szikora pedig könnyedén így vissza is ér. Tarjányiben beállóban a Kisvárdánál Mihovics. A jobb szélen, a bal szélen Rosa természetesen. Bízik. Gedroit. Bízik van most a pályán Kucserova helyett. Rosa viszont ott van. Ajjaj, hát ez is egy klasszis megoldás volt. Na de folytatódik a játék, ismét kapus nélkül a Ferencváros, tehát ember hátrányban támadunk. Kovacsics ráviszi egy az egyben, és be is dobja egy az egyben. Nagyon szép, 23-17. Ez a Kovacsics fog nekünk elleni tavasszal. Szarka mozog keresztbe, Kovacsics. Hornyák jön rá a falra, és egészen kiszorított helyzetből jobb közel.
26-19-re módosítja az állást. A 7 méteres mögött pedig Gedloit. Belövi. Ezzel 32-25-re módosítja az állást, 10 másodperc van hátra. Így már annyi sem sajnos, hát ez már le fog pörögni. És hölgyeim és uraim, most tört véget a találkozó, a 2016-os naptári év utolsó bajnoki találkozóját, tehát 32-25-re nyerte a Ferencváros. Azt gondolom, hogy végig nem fért kétség ahhoz, hogy itt a papírforma nem fog felborulni.